Na szavaztok srácok, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 17 videóval! Ne haragudjatok gyerekek, de nagyon függöm ezt a játékot, úgyhogy kell vele játszanom. Tényleg bocsánatot kérek, de annyira ráfügtem a Farming Simulator 17-re most még, mint az atom. Tényleg. Nem, egyszerűen nem tudom, hogy már mi van velem, hogy egyszer csak így csapodárkodok, hogy egyszer Farming Simulator 17 szar, utána meg basszus, de ráfügtem erre a dologra. Igazából kell egy jó map, kell egy jó sztori, ugye? Mindig kell egy olyan szituáció különben, amiből beleélem magam. Például most abban élem bele magam, hogy én vagyok a gazda Amerikában, egy amerikás világban. Jó van, befejezem. Igen, tényleg én vagyok ugye itt a hazánk fia, aki kitévedt ugye Amerikába, és akkor kell boldogulnia. Szóval így nagyon el vagyok ezzel a dologgal most. Igen, skacok, akkor azt fogjuk csinálni, hogy ugye mit beszéltünk meg? Azt beszéltük meg, nagyon szépen, ügyesen, hogy gyűjtünk pénzt, és akkor megveszük az első Big Badunkat, nagyon gyorsan leürítem a Combine-t, hogy tudjak egy kis bermunkát vállalni, this is vállalni. Gyerekek, ezt imádom, hogy ez ilyen gyorsan, dinamikusan megy, és most csinálok egy nagyon gyors fordulót, kíváncsi vagyok, hogy szinte semmennyire nem tolja el a Verdát, úgyhogy imádom gyerekek ezt a járművet, ez köllött nekem nagyon. Ez a kamion, ezt kiürítjük, az a baj, hogy már mindjárt végez. Mondjuk tök mindegy, mert hogyha nincs aratás, vagy nincsen vetélgép, akkor hiába végez. Jó is lesz ez, mert ugye még pont bele fog férni az következő adag. Na, nyomunk egy hármas tempomotot, talán jobban tudjuk akkor végezni a dolgunkat. Ja, közben meg majd izét is kéne fejleszteni ugye a bázisunkat, mert ugye bázist is építünk közben. Juhúj, na ez megtelt, úgymond. És akkor már mehetek rá. Rája mehetek a 9-es földre. Mit kell csinálni? Már megint arat néz, szóval sincs érve, mare. Ne szórakozzál velem. 10 000-re tart, 21 perc. Gyerekek. Jó van, egye fene, benne vagyunk a buliba. Benne vagyunk a buliba. Messi Ferguson, ugye? Az biztos valami izé volt. Messinek a dédapja. Tudjátok a... Milyen Messi az? Nem vagyok én foci rajongó. Lionel Messi vagy mi a túró? Jó, most ezt biztos... nem nyitott ki, hülye keeper! Béna hülye voltál! Gyorsan ezt learassuk. Arass! Az meg egy ilyen énekes, nem? Ja, nem hülyeskedem el egyébként. Csak egy kicsit most jókedben van. Hogy játszatok megint, a Farming Simulator van. Tényleg, írjuk egy dalt. Jó? Nem. Elkezdek dalt írni, akkor kikapcsoljátok itt ezt a dolgot. Nagyon sok a munka. Azzal szoktam trollkodni, amikor mindig trollkodunk a munkahelyen, amikor valaki elkezd telefonálni. Mármint így olyan jellegű ügybe, hogy ilyen magánjellegű, vagy pedig hogy hivatalos ügy is lehet. Csak az a lényeg, hogy ugye, hogy így saját telefonon így elkezd telefonálni valaki, akkor elkezdtünk mindig trollkodni. Azt csináljuk, hogy így eljátsszuk, hogy valahol van az illető. Így többen elkezdünk például állathangokat adni. Hogy meg ilyeneket. És akkor ugye körülötte az illetőnek, de ilyen nagyon hitelesen próbáljuk. És akkor mindig kérdezik, hogy ugye te hol vagy? Hülye vagy? Alatkert? Vagy pedig szoktuk azt ugye, hogy mintha misén lenne. Hogy a szent mise véget ért, menjetek békével. És akkor ugye ilyen hangokat adunk. Ezt azt se tudja az éppen telefonáló ember, aki telefonál a munkatársnak, hogy Hol a túróban van ez az ember? A misébe van-e a misébe? Benne van a misébe?
próbálok gyorsan haladni, vagy gyorsan termeljük a pénzt. Ugye 400 ezerbe kerül gyerekek, ám A dolog, ez a jármű dolog. Igen, 400 ezerbe kerül ugye a nagyobbik Big Bad, pedig azt akarom megvenni. Mindenképpen azt akarom megvenni. Fú, rengeteget kell dolgozni érte, kubikolni érte, ugye az a jó, hogy ugye most nézzük meg a járműveket, hogy a B jelű még arat. Jó, mert a B jelű még arat a 21-esen. Érdekes, hogy még arat, nem sok van neki biztos. Az F jelű, az meg beveti a földet, ugye. Úgy most nagyon ki van találva, gyerekek. Ez is találva, ezt meg nagyon szűkre fettem ezt a fordulót. Hát majd le is kell húzni szerintem. Hát mondjuk nem biztos, mert ugye nem kell annyira. Van tűrés határ, nem kell annyira csinálni. Igen, a B jelű az visszafordul, még arra kíváncsi vagyok. Azért ugat a kutya. Remélem nem jön senki. Hát a lábba mindig akkor jön valaki, amikor elkezdek videózni, úgyhogy hát az nagyon kellemes tud lenni. Jaj, nem azt akartam nyomni. Rajt volt a 9-es gombon a kezem. Ja, a 9-es gombon rajt volt a kezem, aztán izé, azt nyomtam le. Nem azt nyomtam le, vagy ne, azt hittem, hogy a 9-es gombon van a kezem, azt közben meg a B-n volt a kezem. Azt elbasztom. Lefordulunk föld végébe inkább. Appa! Nagyon imádom. Jó, tetszik ez a map, gyerekek. Ebbe kéne berakni a season módot, milyen durva lenne, mi? Nem nagyon illeszkedne hozzá, tudom. A legközelebb különben, hogyha ezt ki fogom tolni, ezt kitolom. Ezt a mappot kitolom, de ezt a mappot olyan szintre tolom ki, hogy ilyen full milliómosok leszünk, gyerekek. És minél gyorsabban, ugye nem is tudom, hányadik résznél tartunk. Akkor utána season móddal fogunk csapatni, gyerekek, imádni való. Nagyon-nagyon tetszik. Ugye, hogyha esik a hó, meg megmarad, meg akkor fú, az jó, az tetszik, az nagyon csúszik. Akkor ugye mi van benne még? Ugye másfajta, tényleg akkor nem lehet például télen nem lehet szántad. Na, az jó az a modifikáció. Ja, nem is tudom, miért vagyok ilyen. Mert gyerekek, ezelőtt mondtátok, hogy meséld már az egyik napodat. Jó, elmesélem, gyerekek, a napomat. Mit szóltátok hozzá, na? Elmesélem a napomat. Amíg itt aratunk, elmondom akkor, hogy mi volt máma. Máma az volt reggel, gyerekek, fökeltem. Na, ma még mindig nem kaptuk vissza az izénket, a szolgálati gépjárműnket, és nem az én autómmal kell menni, hanem a munkatársammal mentünk, és az ő autójával, és elmentünk a dolgozóba, megvettem a kajámat, ugye, CBA-ba bementem, megvettem a kaját, bementem a céghez, hát dolgozgattam egy kicsit, ilyen imma-amma, szokták mondani, tudod, na nem ám, dolgozok ám, mint az őrültek, hát hogyha a főnök nézi a videót, igen, úgy dolgozok, hát csak folyik rólam a verejték. Aztán na, igazából onnan kezdődik ugye a napom, amikor gyakorlatilag 3 órakor, amikor vége a munkának, mert addig gyakorlatilag munkáján, ami történik. Na most nagy bajba vagyok ám, elromlott a telefonom. Kihagytam a napon, képzeljétek, menne a kocsiba, kb. Egy hete már. Egy Note 2-n volt, tudjátok, behagytam basszus, úgyhogy az első ülésen. És úgyhogy pont így föl volt fordítva, ugye fekete a kijelző. Szélvédőn keresztül bazze kapta az ívet 2 órán keresztül, amikor volt ez a marha meleg, ez a 30 sok fok. Kb. Egy héttel ezelőtt, tudod, nagyon, még nem a múlt héten, hanem előtte héten. Mindegy, nem tudom, mikor kerül fel ez a videó, hülye vagyok. Na, az a lényeg, hogy beszart. Így a bekapcsolásig eljut, aztán onnan sehova. Nem aksi probléma, néztem, mert... nem aksi probléma, mert másik aksival is próbáltam ugye újrahúzni a ROM-ot, de nem, egyszerűen nem telepedik olyan, mint hogyha valami a memóriába, ugye a ROM-ba halt volna meg. A ROM egy ROM lett.
micsoda vicces, Romet. Na, most telefon gondjaim vannak, de most felkaptam a vizet, hogy nem fogok drága telefon venni. Mert engem eddig mindig úgy érdekelt, hogy az a jó telefonom legyen, nagy kijelző, meg ilyen hülyeségek, mert elég sokat használtam, de most ott vagyok igazából, hogy nem akarok drága telefon venni, mert már megmondtam azt, hogy most figyeljetek, ilyen 80-100 ezeres telefon semmiképpen nem veszek, mert akkor inkább azt a 80-100 ezeret ráköltöm az autóra. Vagy bármire, nem veszek. Nem érdekel, 80 ezer forintos telefon nem fogok venni. Annál többet meg semmilyen körülmények között. Kevesebb ér meg most már. Hát jó lehet venni telefonokat, de nem tudom, nem akarok sokat költeni rá, nem érdekel annyira. És arra jöttem rá, hogy fogok venni egy okos órát. Egy olyan okos órát, amiben SIM-kártyát lehet rakni. Nem tudom, mennyire fog ez nekem bejönni, ezért egy olcsóbbat fogok venni. Nem is tudom, mi a neve. Ilyen tök jó, Android van rajt. Nem is tudom, hányos Android van rajt. Ugyanazok az ikonok, ugyanaz a gyakorlatilag a menürendszere, mint egy androidos telefonnak. Annyi, hogy kicsi kijelzője van, nem tudom, 2,6-szor körüli. És... Igen, veszek egy olyan okos órát, hogy a SIM-kártyát lehet belerakni, memóriakártyát lehet belerakni, belerakok mondjuk egy 8 gigás memóriakártyát, egy SIM-kártyát. Azt hiszem, hogy van rajt Facebook. Figyelj, az appokat föl lehet rakni, az applikációkat, egy csomót, ugye. Facebook, meg Twitter, meg ilyen hülyeségeket lehet rárakni. Mi az, ami még működik ilyen? Hát a tipikus androidos dolgok működnek, játék azért gondolom. Nem fut el rajt, meg nem is akarom, hogy fusson rajt, mert nem azért kell. Telefonálni lehet vele, üzenetet küldeni lehet vele. Ilyen dolgok ugye ezek működnek rajt. És jó néz ki. És igazából mindig nálad van. Nem kell az, hogy hova rakja, melyik zsebbe, rövidgatjába, nagy telefon, húzza zsebemet. Figyel azokra, a leesik, összetöröm, minden bajom van. Jó, fémházas, tök jó néz ki, ilyen szögletes kialakítású. Aztán, hogyha bejön, ez egy ilyen olcsó, szóval jön a dolog, akkor meg majd veszünk egy drágábbat. Egy olyat, ami, hát ez ilyen kínai fajta, tudod, ez nem olyan drága, ez mit tudom én, ilyen 6-7-8-10 ezer forintos. Hát tényleg tök korrekt. Néztem róla teszteket, magyar teszteket, és a csávó írta például, hogy amikor ő megkapta, vagy mondta, ugye YouTube-on, hogy amikor megkapta ezt a telót, vagy okosórát, legelőször, ugye az első napokban folyamatosan ugye nyomkodta, próbálgatta, Bluetooth be volt kapcsolva, rá volt szinkronizálva a telefon, minden szart nyomkodott rajta, használta, akkor bírta 47 órán keresztül, két napon keresztül, gyerekek, majdnem két napon keresztül. Ami szerintem atom, gyerekek, az nagyon jó. Jó, ez megvégzett, időpörgetés. Mondom, időpörgetés. Figyeljetek, gyerekek, nekem ugye, hogyha egy idő után meg kevésbé, vagy kevesebb ideig nyomkodott. Most, hogyha nekem bírja két napig, mármint az tök jó, mármint egy napnál tovább bírja, az nekem már így fekszik. Ha kevesebbet nyomkodod, akkor ugye meg lehet, hogy 3-4 napig is elvig van. Az a jó. Az a lényeg, hogy minimum a 24 óra legyen meg, hogy ne legyen az, hogy napközben kelljen tölteni, érted? Meg esetleg kihagyhatsz egy napot, akkor az tök jó. Azzal így meg lennék elégedve. És a csávó mondta, hogy a legelőször, amikor megkaptam már, akkor ez így tök jól működött nála. Mondom, ember, ez nekem akkor kell. Nekem akkor ez igényeimet kielégíti. Figyeljetek. Ennél többen igazából mondhatni, hogy mit akarok többet. Telefonálni lehet vele, meg minden szar, meg ugye az alap... egy-két androidos alkalmazás, most ilyen Facebook milyen ilyenek elfutogatnak rajta, tudok. Mit tudom, Facebookra kapok üzenetet, el tudom olvasgatni, esetleg visszatok írni, rendesen ugye billentyű vinni. Ja, úgy néz ki az Android rajt, mint az Android a telódon, csak baromi kicsi. Mit tudom, 4 ikonok férnek egy-egy izére a egy-egy kijelzőre, érted. Csinálja? Jó van, köszön. Úgyhogy nincsen ezzel semmi gond. Veszek egy olyat. Eltökéltem. Pont ma rendeltem, hogy webshopból egyet. De... hát baszós volt, mert magyar webshopból megrendeltem, a képen az volt, amit én akartam. Erre megnézem az apró betűs leírást, tehát nem pont ugyanez. Mondom, anyátok, írtam is nekik egy e-mailt, hogy
Na most bekaphatjátok a... Tudjátok, hogy micsodát. Mekkora nagy bunkóság az, hogy a... Nem hiteles a... Nem hitelesen tájékoztatok, mert a kép a hirdetésbe az a típus volt, amit én akartam venni. A leírásban meg az apró betűben ott volt, hogy milyen típusú az az izé. És ez még nem is hasonlít arra, érted? És akkor írtam nekik, gyerekek, a képen az van, hogy amilyet én akarok. Ezt leírásban meg egész másfajta izé van. Okos óra, hát mondom, ez mi? Ez mi ez? Nem kéne itt izélni, átverni az embereket, nem? És azt nem tudom, mondtam nekik, hogy ha nekem nem azt küldik, ami a képen van, akkor nekem ne küldjenek. Visszaküldöm nekik a transzba, hát. Ne akarják átbaszni a népet. Ja, egyébként fölhívtam ma, körülbelül, mondom, megnézem ugye jó fogáson. Hát fölhívtam gyerekek körülbelül a 4 embert. Nekem olyan nincs, annyira nincs szerencsém, Zalába mondom, fölhívom őket, jó. 4 darab olyan okosóra volt, amit én akartam. Ebből 3 olyan volt, hogy tök zsirúj volt, egy meg olyan volt, hogy 2 napot volt használva. A zsirújak azok olyan voltak, hogy az egyik csávó ballagására kaptam most, és nem kell neki, akkor a másik az meg. Mit tudom én, az a lényeg, hogy nem tök jó állapotban voltak, nem ilyen leharcoltak voltak. Megvettem volna, mert akkor nem kell várnom a postára, meg minden tudod, és tök mindegy, nekem honnan jön, vagy honnan kapok meg. Na, fölhívom az elsőt, állj, fölhívom az elsőt. Csávó, fölveszi. Nincsen sajnos otthon. Elmentem. Pápán vagyok. Pápán érte, Zolengerszegre. Pápán vagyok. Mondom, mikor érsz haza? Ekkor nem érek haza, 24 órás szolgálatban vagyok. Nem tudom, mi a túrót tud teljesíteni 24 órás szolgálatot. Jóval nem is foglalkoztam vele. Mondom, holnap itt hol leszel? Holnap csak délelőtt. Mondom, batya, ez nekem nagyon nem jó. Mondom, izékor lennél. Mondom, délután. Ekkor délután megint megyek el otthonról. Jó. Oké, okay. Nézzünk másik hirdetést. Mondom, ne haragudj, akkor nem aktuális. Másik hirdetés. Sávot felhívom. Itt van a közelben szomszéd falu. Oh, mondom, megörülök neki. Zsirúj, úgy kapta ballagásra. Csak nem kell neki második. Ó, mondom, ember. Ez mondom, ez nekem a legjobb. Ez Isten király. Felhívom. Hát az a szituáció, hogy elmentem nyaralni, 3 hét múlva érek haza. De milyen nincsen. Akkor a harmadik. Felhívom, mondom, harmadikat. Jó. Izé, Zalaegerszeg. Hú, jó, Zalaegerszeg. Hát, elmentem, majd szombaton leszek itt, hol itt vagyok anyáméknál. Mármint lenn valami vidéken. Na, igen, nincsen. Nem hiszem, fölhívtam, és akkor nem is tudom, hogy mi volt még. Volt még egy, annak meg valami... Ja, az meg aranyszínű volt, én meg nem aranyórát akarok venni, ilyen fekete ezüst, ilyen metal színűt akarok, nem izét. Nem aranyszínűt. Úgyhogy egyik se jó, volt jó. Szívás volt, az a lényeg, gyerekek. Jó, hát igazából most annyi van, hogy ugye meg kell várnom a... hogy beérjen ott. És akkor ugye elmehetek bérmunkázni. Közben majd számolgatunk ám. Ha nézzük, meg nincsen nekem elragva? Várjatok, nekem volt elragva, nem babom? Én nem eladtam a picsába, mi? Hát ezeket meg figyelj, 13 000-ért adni. Ez nem sok és nem sokat érek azzal. Ja, volt jó drága. Egyébként máson meg nincsen egy darabom se. Úgyhogy akkor nem kell azért aggódni, hogy... Jó, hát ezt meg hogy miért írogatod, édesapám, ezt a fogalmam sincs, de... Örülök neki, hogy úgy gondolod, hogy én nem vettem meg. Na nézzetek, egy ívbe szépen meg lehet fordítani. Nem tudta megcsinálni, én mindig így meg tudom fordítani. Teletals nélkül? Jó, megvárjuk, amíg beérik. Hát ez nem tudom, miért éred be később, teljesen abszurd. Mert ugye, nem értem tényleg. Na, annyit kellene csinálni, hogy akkor megnézzük, hogy mennyink van. 35 000, ugye ebbe akkor 60 ezer fér bele. 60 ezer. Az 3 000-vel eladva 180 000, ugye? Én most van 90 000-ünk, akkor 280 000, plusz még egy traktort te tudok adni 80 000-ért, akkor az 360 000. Szóval ezt eladok egy ilyennel, meg még eladok valamennyit,
És akkor meg is van. Gyakorlatilag ezen a földön valószínűleg, hogy meg is tudom termelni azt az, azt a összeget. Hát itt már megint ilyen kecskefótosan bazza, ilyen pepitába akar megérni. Úgyhogy egy picit várni kéne. Nem értem, hogy miért így érik be egyébként, fogalmam sincs ez. Nekem magas mind a tyúknak az ABC. És nézd meg, ott is kihagyott egy foltot. Tehát figyelj, azt a foltot biztos, hogy egyszerre vetette azzal a csikkal. Akkor miért hagyta ki? Nem bírok rájönni. Ha jöttök, jöjjünk át, akkor addig ürítünk egyet. Ezt egy csomó levonásuk lesz, szerintem egy 7000 levonás. Hát... nem. Olyan... mennyi? 4000 levon, 4000 valahányszáz levonásunk van, úgyhogy ez nem is olyan sok. Na, itt ezt miért nem... miért nem jelent be, gyerekek? Az megint úgy, ha ott hagyja, akkor nagyon rácsúszok. És ez annyira jól, annyira fordulékony az a gép. Tetszik. Ja, azt kell csinálni, megint elmegyek bérmunkázni, az beérik, az leveti, ezt learatja, és akkor lesz nekünk egy csomó... csomó pénzük, és megvehetjük az első Big Badot. Ebben a részben szerintem meg kéne venni, úgyhogy ne tököljünk. Ez a beérés, ezzel nem vagyok én kivékülve. Ha az egy pötty az nem akar beérni, akkor átvegyünk kombájnál a másik felé, aztán valami lesz majd. Abban nem tudok kitalálni. Ezen az egy földön elvileg meg lehet, srácok. Én úgy gondolom. Jaj, de jó lenne már egy jó Big Bad. És ezt meg eladjuk akkor a francba. Szegény nagyon jó teljesített. Örülök is neki, jó voltál meg minden, de most már azért kell egy kicsit újítani. Gyerek, jaj, az a baj, hogy ugye nincsen csatoló ezzel. Kár, hogy nincs olyan pót, amelyik nagy is meg össze is lehet fűzni, mi? Tök jó lett volna. Na, oda nézzetek, gyerekek. Mehetsz, bazza, mehetsz. És akkor le is lassítom az időt, fölöslegesen ne pörögjen. És akkor megyünk mi meg dolgozni, gyerekek. Megnézzük a 9-es megint. Oda a 2-es, ez mi az a fehér? Cukorrépa van rajta, oh my god. Nézzük meg a 9-es, gyerekek, azt annyira lenyomjuk már az árát, figyeld. Ezt szeretem, permetezés jó jön, indítás. Tetszik, ezt szeretjük. És ezt is ezt a izét nyomtuk. Ez a vékony kerekek, tudom, hogy a permetezésre kell, de szerintem ebben a játékban annyira van szükség erre a vékony kerek témára, hogy semennyire. Na, még jobban szétnyillasz? Még a vége is kijön? Aha, jó. Nyomjuk neki. Jó, sötétben nagyon nem látni, hogy meddig vagyunk. Ha így már látni, ki vagyunk világítva, mint a karácsonyfa. Van itt egy izé sávó, van neki is tejerje. Steyr Turbo, nem tudom micsoda, egy ilyen, nem tudom, legalább 10 éves gép azért. Hát egy ilyen 10 év körüli gép. Talán egy kicsit régebbi. Annak mindig, az mindig úgy közlekedik, hogy rajt van a izé a tartály az elején. Nem tudom, gondolom, nem is, hogy sokszor nem veszi le, hogyha elfér rajt gondolja, és talán még súlynak is így elmegy. Rajt van egy ilyen hasonló tartály, egy kicsit kisebb, meg nem ilyen modern. Nem nagyon látom, hogy meddig kell menni ám. És köszönöm, nem látom. Nem tudom, meddig kell elmenni, hát menjünk itt. Meg kéne jegyezni legközelebb a sorokat. Napra forgó, mi? Ez rendesen lecsapkodná a fejét azért, hogy nézzi. Ding, 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 ding. Ja, okos óra. Megpróbálkozzunk bele, gyerekek.
Én amikor okos órák így bejöttek, akkor ugye szoktam figyelgetni őket, azt akkor még az volt, hogy ilyen lépésszámláló, meg hogy hű, tök jó, meg ugye nem volt az, hogy simkártyát lehetett belerakni, hanem ugye kiszolgálja a telefonodat, meg csak annyi, hogy a telefonnal össze van kapcsolva, azt akkor ilyen értesítés, meg ilyen hülyeségek. Na hát én... Olyan nem kellene, hogy telefon mellé, mert az még egy nyűge, nem tudom. Ugye mindig össze kalibrálgatni a kettőt, mármint biztos egy idő után nem veszti el a jelet, de azért ugye minden kettőnek azért frankon flottul kell működnie. Néha még a telefonod sem működik úgy, ahogy szeretnéd, te is tudod. Lefagy meg mit tudom én, akkor meg még az óra is, hogy tök jól működjön együtt a kettő, hogy az értesítés biztos megkapod, a számítás technikában az úgy van, hogy vagy működik, vagy nem, ugye. De legtöbb esetben sokszor nem működnek a dolgok. És akkor még egy eszköz a telefonom mellé nem kéne, hogy most az én nekem annyi, hogy értesítést ad. Viszont az, hogy teljesen külön működik, mint külön SIM-kártyával, úgy egy jó dolog. Hogy nem kell mellé telefon. Így most már engem is úgy érdekel ez a projekt. Ennyi gyorsabban, most nem akartam felemelni, és persze ilyenkor látszik, nem emeltük föl, mennyire lassan akar ez menni. Hát, szerintem kihagytam ilyen réseket, remélem, hogy azért elfogadja most. Jó lenne, nem kéne itt még kerimbózsálni körbe-körbe. Én vagyok a gépi munkahasa a gépnek. Az álmod úr, vagy gyerekek. Én meg a gépnek a gépi munkásának a gépi munkásával. Én vagyok a gép gépi munkása. És akkor a gépi munkásának a gépi munkása dolgozik az én földemen. Az álma nem mindegy. Hey, bond jó. Oké. Aj, de nagyon-nagyon jó. Mi? Tök faszok. Minden jól működik. Látjátok? Ezért kell használni. Vagy közben izélni. Visszatermeltük azt a pénzt, amit elbuktunk éjfélkor, tessék. Megyek. Leürítünk. Hát, hogy elmegyek eladni. Azon filózok. Hát, meg férne bele azért. Minek? Meg kéne nézni ugye, hogy mennyibe megy. Nem biztos, hogy jó megy most. Hajnalodik, kiugram az ágyból, a barátom már vár el. Én kedvelem őt, igen kedvelem őt. Ez ő mackó, mit hi a mackó. Ha mézre néz, bojdul a mély sereg. Ugye így van valahogy hozzá. Azt hittem, hogy kifogyott azt a ném. Pörög, jöjjön az árul, pörög. Elfogyott, oké. Hát ez még belefér szerintem a maradék. Bár nem kocka, azt hiszem, mert nem fér bele, akkor meg cseszhetem. Nézzük már meg, hogy mennyibe fájnak a dolgok. Hú, de nagyon szarul megy a babi. Ó, azt a rohadt életbe. Na jó, időpörgetés lesz, gyerekek. Ezt így nem adom el, ezt így nem fogom eladni. Várjál! Igen, viszont a izébe is tudok rakni a kisportba addig. Hát mondjuk a kisportból meg, hogy arra már érted. Tudom, mi lesz. Viszont megint vállalhatnák egy munkát. Nagyon gyorsan, megnézzük megint a 9-esünket. Nincsen munka. Azért kis földön vállalok, mert a nagy földön lehetne pénzt keresni. De gyerekek, én nem akarok izolni. Nem akarok nagy földön dolgozni. Ne viccelj. Kettes, még a 2-es is azért nagy. Attól függ, mit akar. Hát ez baromi sokáig tart. 54 perc, hagyja. Ezt nem szabad bevállalni, gyerekek. Ez viszont fel kell. Ez... Bocsi, egy kicsit zörgtem. Ez mit kell csinálni? Nem tudom, de gyors. Innen látom, hogy ez gyors lesz. Betűgép, ez jó ez. Nagyon gyorsak leszünk, mint a pusztulat. Azt utálom, hogy soha nincs jobb állítva ez a vető. Ez még így szét fog nyílni, nem? Vagy mi ez? Nagyon nyílik szét, de hát azért nem kis pályák ezek a gépek, gyerekek.
Itt a fiú, hogy nem jó, nem hiszem, hogy nem tudják beállítani normálisan ezeket a traktorokat, még nekem kell balnomra. Földre, ott ahol kell. Jó. Csináljuk, csináljuk. Termeljük a pénzt. Egyébként ez a vető, ez nem mindig tetszett nekem, ugye úgy van megoldva, hogy a tartály, a vetőmag, meg a, ugye a műtrágya tartály az a gépre terhelődik, baromi jól meg van csinálva, nagyon tetszik. Olyan jó kis megoldások vannak azért a izében is, ugye a mezőgazdaságban, tényleg ugye mindig próbálnak újítani. Még nem látom, hogy meddig kell. Kb. Ilyen gépeket azért meglát egy régi motoros, mint például. Ez mit sem? Olyan, mint a félkeresztbe húzná, nem? Hallod? Ez mit sem? Mivel? A furcsa, hát húzza a gyerekek. Vagy csak azért... Ez például ilyen félkezetben ez az egész szerkezet. Maza. Érzéki csalódás, hogy mi a szar van itt. Gyerekek. Esküszöm, én úgy látom, hogy ez félkeresztben van. Most itt kihagytunk egy jó nagy részt. Talán épp az elég, azért elég lesz még a maradék. Nem jó sötétbe dolgozni, gyerekek, itt. Mert viszont arra rájöttem, hogy ugye már pörkedhetném ilyenkor az időt. És akkor ugye közben beérne már az, amit vetünk. De hát akkor meg akkor is utána kell pörgetni, hogy beérjen a maradék, a vége, ugye. A végeredmény ugyanaz, addig kell pörgetni, amíg a legutolja is beérik. Van olyan szó, hogy a legutolja? Legvige! Felíve meg vagyunk. Jó ez, eddig is pénzt teremünk, gyerekek. Ez szerintem mennyi, egy 10 000-et kapunk ezért? Azért ez eltart egy darabig. Ez mi ez, New Holland? Vagy mi ez, Landini? Vagy micsoda ez, várjam már. New Holland, de van egyáltalán Landini a játékban? Ha kik, akkor Landini, vagy pedig New Holland? Ugye? Nem is tudom, Landinit nagyon ritkán látok Magyarországon. Múltkor láttam egy, valamint itt a közelben. Múltkor láttam egyet, itt van a szomszéd valóban Landini, de leginkább nálunk izéket látok. Ugye MTZ-t? Igen, egyértelműen MTZ-t. Meg... Ezért sokat látok John Deere-t. Meg New Holland-ot se látok én erre egyébként, New Holland-ot se. Izét azt látok. Még Voltrák azok vannak itt a környéken. Van itt egy ilyen gazdaság, egy ilyen tanya itt lenne a falu alatt, ott van Valtra, meg ilyen Ferguson kombány, gyönyörűséges. Nagyon szép az a kombány. Meg Valtra traktor. Úristen, mennyi pénzek ezek, gyerekek, el sem tudjátok képzelni. Szerintem az a kombány, az a Ferguson kombány, mennyi? Mit gondolnátok, mennyit? Mennyit mondanátok rá? Szerintem egy ilyen 30-40. Ez a zsuhangon. Vagy több. Szerintem több. A 40 millió az a minimum. Hát, szerintem több. Egy 50-es biztos van. Ami, nem tudom megmondani, hogy mennyi lehet, de tényleg brutál árak vannak. Brutál is árak vannak, gyerekek. Ezért néztem pont egy autós műsorokat, szoktam nézegetni, aztán most eszembe jutott arról, egy BMW-ről láttam most egy tesztet. 760L BMW-ről, basszus, V12-es motor van benne.
6600 köbcentis. V12-es biturbo. És ez egy ilyen limuzin-szerű, ugye? Az L kifejezés ugye a 7-es BMW-nél, ugye 760L, az meg ugye ilyen hosszított. De az egy ilyen, tényleg nem is sportkocsi, hanem az egy ilyen luxus. Ez egy ilyen limuzin-szerű, az a tipikus ilyen hátsó ülés, ugye benne a fószer, a főnök, meg a sofőr megviszi, vagy pedig a izé, vagy a politikus. És tényleg is izé van, az a V12-es 6,6 literes motor van benne. Biturbós. Úgyhogy én mondom, mi az? V12. Jézus Isten. Ez hihetetlen. Homolyan mondom, hogy BMW-be beleraknak egy ilyet. Még egy V8-at elfogadok. Oké, V8. Legyenek az M-esekben V8-ak. De egy ilyenbe. Hát ez nem is M. Nem is M. Mes BMW volt. Hanem ilyen izé. Minek mondják? M Performance. Amint hogy vannak M-es dolgok rajt. Mit tudom én, M-es kormány, meg olyan tudom egy-két dolog ugye, de nem az. Nem, tényleg egy ilyen luxus limuzin-szerű cuccos volt. Megvan. Lassan learadt szerintem ennyit, de bepörgetek az időben, nem akarok éjszaka játszani. Fölidegesítő ez a dolog. Mennyit kaptunk, arra nézzetek gyerekek, gyűn a pénz. És itt meg már... Ó, gyerekek, nagyon gyorsan menjünk innen. Üríteni. És nem fog beleférni mi? Jó, meg szívattam magam. A 104 ezer, nagyon jók vagyunk ám. És pörgetjük az időt, mert el kell adnom a cuccot. Most azért pörgetem, mert el kell adnom. De nem baj, mert közben akkor érik az is. És ez nem fog tudni visszamenni a másik oldalon, figyeld meg. Még ráadásul nekem kell visszaküldenem. Jó, mennyi barátom. Megnézem, hogy ez visszafordul-e. Közben figyelni kell az árakat. Ugye? Nagyon-nagyon alacsonyabb, hát meg kell várni, hogy 3000 körül legyen. Igen, és ez nem fog visszavenni, úgyhogy... Ezt én nekem magamtól kell visszaküldeni. Sőt, nem is fog visszamenni, úgyhogy ezt le kell nekem aratnom manuálisan. Azt hittem, Nikiper, hogy elfér. Annyian nyomunk egy tempomatot. Az a baj, közben meg nem tudok nézelődni. Ó, ott az meg már mindjárt végez, figyeld. De jó. Igen. Sajnos ezt rá kell néznem néha. Bab. 2500. Hát az egy 3000-re fölmenne, tudnék neki örülni. Kombányt instant rakom át a másik helyre. Ezt eladom. 3000-ével 60000 az ugye lenne 180000 körül. Ez 280000. Az... 360000, gyakorlatilag meg is lenne, ha most eladnánk majdnem minden gabonámat, ami a kombányban van, meg a izében van. Gyakorlatilag 15 percen belül meg lesz a pénz. Ha jó lesz az izé zár, de azt szerintem nagyon megy fel, úgyhogy 15 percen belül izénk lesz. Meg lesz az első bükkbadú, mindenféle csalás, trükk, mindenféle hamiskodás nélkül. Úgyhogy megvan a legnagyobb kombájnunk. Tudom, hogy a nyugolán ez valami nagyobb, nem nagyobb, vágás szélességre nem talált tárhelyre, vagy minek nevezik ezt, tárolókapacitásra, de megvan a legnagyobb nyerges vontató, a legnagyobb félpotkocsink, és meg lesz a legnagyobb traktorunk is. Hol vagyunk? 2700-nál tart, legyen meg gyerekek. Érik ám be lassan a izé, gabona. Megyünk is át a másik földre természetesen. Jó, oké, jó lesz ez, srácok, jó lesz ez.
És két forduló. Ugye, ezt a forduló, ami tele van, az a pót. Ezt elvisszük. 2800-nál vagyunk. Jó lesz ez, jó lesz ez. Plusz még ez ugye közben arat, azt leürítjük, és még azt elvisszük, és megvan a Big Bad. Gyerekek, 15 percen belül megvan a Big Badunk. Az mindenképpen ebbe a részbe bele akartam zsúfolni, ne haragudjatok érte. És onnan, akkor már a nagyvetőt kell venni. Ugye kult is nagyvető. Megállíthatatlanok leszünk. Abba biztosok lehettek. Megnézzük, hol tart. 2815 és be fog állni, mert ma nem megy följebb. Hé, hey, mi az? 2814 és azt írja, hogy fölfele megy. Ember, miről beszélsz? Jó, stopp, mert ez már lefele megy. Nem jó ám az ár. Amúgy, szar az ár, nagyon szar. Nem a zár szar, hanem az ár szar. Nem van cseszőrve, az meg pont a végét viszi. Nem van cseszőrve, gyerekek, a rendszer, rossz az ár. Mennyi van vissza? Jó, ezt megvárjuk. A szélen nem lesz lehúzva. Megyünk át a másikra és már nyomjuk is neki. Szegény traktor nagyon jó szolgáltat tett, de nem sokára befejezi a pályafutását itt. Menjünk a másikra gyorsan. Amíg átmegyünk a másikra, addig szerintem be fog érni itt egy-két csík. Meg amíg eladjuk a terményt. Tetszik ez a map, jó. Nagyon, meg nagyon jó, hogy ezt a kettő földet elkezdtük csinálni. Mert hogyha az egyest is beiktatnánk, sokkal rosszabbul járnánk. Nem jön neki barátom. Nem valami jól indította, mert mindegy. Jó, vigyük akkor a ízét. Hova kell vinni? Melyik a legjobb? 2-8. Jó, szar. A Tombstone lehet, hogy fölmenne még jobban. Pörge... Tudom, vegyem meg a... Megvárjuk a Tombstone fölmegye. Úgyis pörgetni kell az időt, hogy ott el tudja indítani az aratást. Úgyhogy akkor megpróbáljuk azt. Hát, ha felmegy, az 3 körülre. Várunk egy kicsit, akkor itt félreállunk. És nézzük akkor a Tombstone-t. 2-4-52, elég jól megy. Ugye kockáztatunk, mert ez meg ugye lefelé fog menni valószínűleg. Tombstone menjen fel 3000 körülre, akkor nagyon jók vagyunk. Na, 2005. De ez ugye meg is állhat. Például ez is így be van állva 2589-en. Be is fog állni ez. Nem nagyon megy gyorsan. Hát ez nem lesz jó. Na, mennyi van följebb? Csak nem, hogy ez meg meginduljon lefele. Az a gond, ugye nincs tárolási kapacitásom több. Nincsen még egy fél pótkocsi. Figyelj, Tombstone beállt 2500-nál. Jaj, te fiú. Viszont ezt meg akarom várni, hogy ez ne érjen be rendesen. Jó. Outback Greenbe elvisszük az első szállítmányt, azt valami majd lesz. Közben ránézzük néha, jó? Nehogy az meg lefele kell, hogy ezt gyere elmenni. Nem. Jó. Odaérünk előtte, megnézzük meg.
2800 az nem olyan szarár. Gyorsan, gyorsan. Ezért az üzlet keresztbe húzza itt a számításainkat, mi? Ezt a két földet összeszántam, majd gyerekek, ez brutális lesz. Ide kell több izé majd. Ide természetesen több kombány. Ugye kombányt nem tudunk növelni. Ránézünk ám. Mielőtt eladjuk. Jó. Ez van, srácok. Ez van. Nem valami jó. Ugye ezrenként 200-at veszíteni, 59 ezernél már azért nem kevés. Ezt meg megindítjuk már. Jó haladunk, na húzzunk bele. Megyünk vissza, ám gyerekek, megyünk vissza, hozunk még. Hozunk még. Jobban mondva ürítjük közben a kombányt, és akkor utána majd hozunk még, meg közben a traktort el fogjuk adni, ugye. Ez is benne van a számításban. Igen, számolni hol megyünk be, mert itt ott kerítések vannak. Itt ott kerítések. Nagyon fajnul irányítható ez a gép. Hát mennyivel gyorsabb, mint hogy a traktorral mennénk, gyerekek. 40-nel kütyögtünk azzal. Ezzel meg már itt vagyok, tessék. Őrítünk egyet. Jó lesz. Pörögjön az idő, érjen be már ez a cucc. Közben majd mindjárt megnézem a... hogy most hogy áll az ár. 269 000, ez adjatok hozzá még a 80 000-et, ugye az a traktornak a költsége. Ez 340 000. 350 000, és ugye akkor még 50 000-et ki kell termelnünk. És akkor lesz meg a... akkor lesz meg a gép. Hát ezt megállítom, mert itt hiába megyek vele. Nézzük, mi van a babba. A bab az nagyon beállt, gyerekek. Szerintem a bab az nagyon szar most. Ja, de érdekes, nem is mutatja, akkor is megy fölfele. Ja, jó szar. Egyébként minden szar, azt nézem. Ezt már meg kell állítanom sajnos. Álljál meg, barátom, ne tökörészt szép. Így. Gyerekek, van egy ötletem, amíg... Eladjuk ezt a traktort. Elmegyünk, eladjuk. Amíg érik be ott a gabona. 23 óra, lehet, hogy reggelig be is pörgetünk. 269 000 van, ezzel föl fogunk menni. 349 000 körülre, remélhetőleg eladjuk akkor a boltba. Eladjuk az egyetlen egy traktorunknak, gyerekek. Ez most nagyon izé, nagyon olyan dolog, hogy ugye, hogyha azon a földön nem lenne meg, vagy valami beütne az a pénz, akkor nem tudnánk venni traktort. Jó, kisebbet tudnánk, de hát annak meg mi értelme lenne? Úgyhogy most kockáztatás. Hát 15 percet jó voltam, gyerekek, azért most ez... most kapjuk az ívet rendesen. Itt kell elmenni a bolthoz. Kanyar! Szegény jó kis traktor, megsimogatlak. Köszönöm szépen a szolgálataidat. De eddig tartott itt a móka, várjatok? Ezt akartam, hogy ez menjen. Még ott a széle nincs megérve, úgyhogy mindenképpen
Enni fog még egy picit. A második keresztező, harmadik kereszteződés jobbra. Ott a bolt is, akkor a eladásra megy a traki. Remélem, hogy még mindig 80 ezeret adunknak érte azért. Ó, gyerekek, azért nem olcsó egy ilyen big butt. Harmadik kereszteződést mondtam, ugye? Azért is pörgetek az időben, nem szeretek éjszaka tökörészni. Legyen már nappal, akkor vegyük meg a big buttot. Jó. Egyes pizzéria, kettes és a harmadiknál elvileg ott lesz a... De hát mondjuk itt is elmehetek, és akkor balra még egy utca. Itt van a fatelep. Kezdem kiismerni ezt a térképet, már nem egy olyan nagyon bonyolult, de azért tök jó. Ez jó el van, szisztematikusan el van rendezve. Nincsen összezsúfolva, de mégis azért könnyen megjegyezhető. A gyerekek, szevasz, tavasz. Csá, csomi, csá. Remélem, benn van. Gyerekek, egyre inkább. Szűkösebb lesz a felhozatalmi. Meg kell nézni a pénzügyi dolgokat. Gyerekek, nem hiszem el, a lord, ez szivatás. Figyeld, megy lefele a bab mindenhol. És már csak 2500 mindenhol, hallod? Ez nagyon nagy szivatásám. Számoljunk már egy 2500, akkor mennyi bab kell? Most fasz, megnézem azt a rohadt traktort. Hallod, mekkora izé van? Rábaszás. 405 000, meg kell hozzá 15 000 még. Akkor mondjuk egy 70 000-et össze kéne kapni. Akkor egy olyan... Mondjuk egy 30 000 biztos kellene ebbe a gépbe, ugye, hogy legyen. Akkor úgy mondhatni, hogy akkor elég lesz. Most pont köd van, azt megvárom, hogy ne legyen köd. 15 percet mondtam, gyerekek, de hát szívjuk rendesen. Pedig azt a vetőt ki akarom már próbálni azzal a Big Bad-dal ebbe a részbe. Ennyi volt. És nincs több gépem, ez a két gépem van a durva. Nagyon kevés. Ú, gyerekek. Hát most meg az van, hogy ugye... Áó, te fiú, hallod? Hallod? Ez ilyen... Ennyien nem létezhet. Gyerekek, a bab soha nem szokott 1700-ak lenni. És ez most figyeld meg, hallod, lemegy minden 2000 alá. Most már nem állítom meg, hát ha amikor megindul fölfe. De mi ez a nagy negatív? Mi van? Hallod? Ezt tudod, hogy mit akarok én csinálni? Eladtam a traktoromat, nem fogok tudni többet ültetni. Vagy vetni. Ez nagyon meg fog szivatni. Nehogy azt csinálja, hogy lemegy minden 2000 alá. Figyelj, 1600 is még csökken, hallod? Az egyik helyen a bab. 1600. Ez egyszerűen hihetetlen. Ez le fog hallod, le fog menni mindenhol. Nehogy megszívasson, hallod, 2000. Á, nagyon sok kell akkor belőle. Akkor nem lesz meg a földön, és akkor nem fogom tudni megcsinálni. Á, hallod, ez mi? 1600-ra lement, hallod? Nem fog meglenni ezen a földön így. Egy csikon bejött neki, 3000, ugye? Kicsit több, 4000 talán. Itt van még 4 csik, 4x4, 16. Van ebbe 12.
Ez nem fog összejönni, basszus. És még mindig lefele megy. Mi ez, gyerekek? Valamelyik induljon már meg fölfel, nem... Repszekereslet, rohagy meg! Mi ez? Itt többére veszik, mint ott te. Most itt nagy a repszekereslet. Mit beszélsz? Most itt imádkozzatok, gyerekek, hogy 3000 körülre fölmászik. A 2800-nál én már itt tapsikolni fogok. Az előbb örültem neki. Az előbb barnatos voltam, hogy 2800-ért megveszik. Mekkora szerencse, hogy mennyien megvették. Ez most nagyon nagy szívós. Mondom, 15 perc meg, bazza, eladtam a traktort, akkor ez, itt figyeli valaki, vagy mi van? Itt valaki van a szobában, és megszivatjuk a keepert. Figyeld. Ha mindenben van jó, megy fölfele, itt meg... Uj. Túl sokat adtam el belőle, gondolom. Akkor is kapja be. Jó, ott van még két csík. Ne stagnáljál már, menjél fölfele, basszus, indulj már meg. Hát egy napot pörgetek, annyi pénzt bukok, mint az állat. Nem megy föl, bazza. Jó, hát annyit tudok csinálni, hogy leürítek, megfordul, leürítem. Ezt nem megyek, még egy bérmunkát is vállalok, mert itt már bazza el kell mennem izélni. Kopálni, hogy meglegyen a gép. Nagyon hamar eladtam én azt a izét, Big Badot, vagy azt a kisziát. Nem volt jó ötlet. Hát ha 2000-ből akarok összeszedni annyit, akkor ugye kell 30 ezeret el kell kótyavetyélnem. Akkor jön be annyi belőle. 30 ezeret ezen a földön meg nem fogok összeszedni, 30 ezer egységnyit. És akkor még nincs meg 15 ezeres izése hozzá. Kell hozzá egy izé is, egy ilyen, mi az? Tudod mi az, az a 3 pontos, hogy is hívják is. És még pörgethetem az időt, bukok egy csomó lóvét. Jó, ma gondhatjátok, miért nem maradok kézzel, de hát most ott már... Sokat nem vesztek itt már vele, nézd meg, nem olyan gyorsan megy lefele. Stagnál, jó van. Menjünk egy bérmunkát, vállaljunk, mert... Főhúzom magam, hallod? Ez mit akar? Hú, ez nagyon, nagyon lassú munka. Á, nem csinálok bérmunkát. Trohadjon meg! Bát mind a gerej, gyerekek! Itt meg repce, figyelj, 2100. Nem tudok más, mint pörgetem az időt. Szimátkozok, hogy ez megmozdulnak ezek valamelyik, de nem mozdul meg. Egyébként a napraforgó is nagyon trágya. Van is ilyen 1400 meg ilyenek. Ez hosszú gameplay lett. Ne haragudjatok, srácok, de szopunk, mint a torkos borz. Tényleg bocsérte, hogy ilyen hosszú lett. 15 percet jósoltam, és megszivattak minket. Most érted, hogyha ezt 3000-re veszik, akkor ez a 20000, az 60000-et ért, tehát akkor már megvettem volna. Megindult a bab fölfel, 1930, de nézd meg milyen lassan. Figyeld! Ilyen egyesével lépked fölfel, hallod? 1937, 1938, há. Valakik meg mennek az ablak alatt veszekednek. De ez meg, na, beindul. Imádkozzatok, reggelig valami legyen.
Hát ez nagyon szűkösen lesz, meg még bukunk egy 5000-et ugye fordulókor. Mindenféle költségek. Ilyen kinkes elvesen ürítgetek, mint hogyha akkor több lehetne, de hát nem tudok más kitalálni. Jó, ezen a földön kb. 30 ezer meg lesz, úgyhogy meg lesz mindenképp ez a Big Bad, de azért nem mindegy, mennyi pénzből érted. És nem, figyelj, ezret bukunk ugye ezrenként. Akkor most 30 ezeret eladsz, akkor 30 ezeret buksz. Hát ez a tipikus, nem? Ez ilyen Murphy törvénye, hogy mindig akkor szívsz, amikor valamit akarsz, akkor az mindig biztos, hogy összejön valami. És mert nézzétek, le fogja vonni. Lemegyünk 335 000-re minimum. Gyorsulj már be, bazd, ne szórakozzá, hallod. Menj fölfel, menj. Menj föl, 2800-ra eladom, már meg vagyunk. Mit tudnánk venni 335-ért? Nézelődjünk addig, gyerekek, úgy legalább nem idegeskedek azon a számon. Gyakorlatilag 335-ért megvehetnénk bármit. A Big Badon kívül 314. Nem, a 412 azért ez. Az nagyon kemény, figyeljétek, ez sokkal drágább, vagy drágább, mint ez. Pedig az 1100 lóerő. Igen, de ez 40-nel megy, ez meg csak 30-al. Igen, és az 1100 lóerő szerintem annyira fölösleges, szerintem most nem kell semmire. Viszont ez a Big Bad, ez meg viszont nagyon kicsi. Vannak itt nagyon komoly gépekem. Ez is nagyon komoly, a T9-es is. Ez is nagyon egy nagyon komoly gép. Hát meg ez is, ez nincs olyan, amit nem húz el, bazzeg. Hát meg ez 425, ja, a Challenger az drágább, mint a Big Bad. Pedig csak 536 lóerő. Fenntartási költsége ennek sokkal több. Na, imádkozzatok. Na már beindult. Beindult, gyerekek. Ima. Jó lesz ez. Jó az. Fölmegy, gyerekek, fölmegy 2500-ig, már tapsikolni fogok. És akkor megvesszük a legnagyobb trakit. Mondhatjuk a legnagyobb trakinak, mert jó, oké, tudom, hogy akkor drágább a Quad Truck, meg a Challenger, de akkor is nekem ez most best ever. V16-os motorral. Szóval 7000, 28000, 29000. Ebből már meg lenne. Ebből már meg lenne, csak nem érdemes addig elindulnom. Ó, és ez nagyon jól megy fölfel. Jó, de jó. Mennyi fölfel. És mindenhol megy fölfel. Jó, végre valami lesz. Amíg learatunk, addig fel fog menni, és akkor biztos, hogy meg fogjuk tudni venni. Ezt a földet learatjuk, biztos, hogy meg fogjuk venni a gépet. És nem fogom megvenni három tripla kerékkel, csak duplával. Mert duplával bőven elég lesz ezeken a területeken, gyerekek. Ne haragudjatok, előre is bocs, hogy nem triplával fogom megvenni, de a dupla az bőven elég. A tripla az már egy kicsit olyan erőltetett nekem. És ezt nem fogja tudni lehúzni, úgyhogy ezt megcsinálom magam. Ezt nem tudom, nem elhúzta volna le, mindjárt megpróbálom, megküldöm. Ilyenkor nem tudom, hogy kell megküldeni középen. Öcsém, ne fél keresztbe akarja aratni. Nyomjad neki. Aha. Nem hajlandó. Még így is kiveszi, amikor elindította, és nyomok egy hát neki. Még úgy is kiszedte. Na nézzük, mennyibe vagyunk. Már 2500, jó. Megy föl, 3000 körével föl fog menni.
akkor meg ma bőven meg vagyunk mindennek. Jó. Oké. Ezt lenyomom, ez még hozzáadódik ahhoz. Bőven. Hármas, jó. Nyugodjunk meg. Megvan a pénz rá. Mondjuk azért 400 000-ből gyerekek lehetett volna venni egy nagy földet, mi? Egy dupla akkorát mindez majdnem lehetett volna. 270 000 volt ez. Nem kevés pénz, 400 000 euró. Cukorrépa, menj a francba, hogy nem babot akarsz venni, öcsém. Oda nézzél, 2007, gyerekek, még a végén mizé. Még marad is. Egyébként ez szerintem nem azon múlik, hogy mennyit ott el belőle. Azon filóztam egy idővel, hogy biztos azon múlik. De szerintem ezt nem figyeli a rendszer, hanem tök random váltogatja az árakat. Nem nézi ő, hogy mennyit adsz el. Na most, tudom én, ugye még elég kicsibe is dolgozunk. Most ennek a tízszeresét is letermelheted. Majdnem ugyanennyi idő alatt, hogyha lennének ugye gépeid, még több, meg földjeid. És akkor azt eladom, akkor lemegy azért 500-ra? Nem. Nézzük. Ő 2800 gyerekek valahol. Hát azért akkor 30 000-ért kapunk, akkor ugye háromszorosával szavazom meg. Az 90 000-et. Ez bőven túlszárnyalja az elvárásainkat. Jósan menjünk. Mösszöd meg, hogy vedd meg a farming szimulátorodat, te bolond gyerek. Na gyorsan, és akkor nézzük, még emelkedik? Nem. Oké, 2900, ott, az nagyon jó vár. És megvesszük a gépet, gyerekek. Halleluja. Kell hozzá menni egy 3 pontosat. Megvesszük a legnagyobb és legerősebb gépet a farming szimulátor világába. Mindenféle csalás, mindenféle pénzbeadulás nélkül. Azt megnézem viszont, hogy hova kéne vinni. Tombstone-ba, ugye? Az jó, oké. Okay. Tombstone az meg ott van alul, bal oldalt. Aha. Ott, ahol ugye villog. 32 000-et, azért kapunk 90 000-et. Azzal felmegyünk 425-re. 405 a üzé, gyakorlatilag 5 000-ünk még marad is. Csuhú! Hoppá, itt kell menni. Annyira gyors ez a gép egyébként. Figyeljétek, milyen gyorsan fogok odaérni. A lényeg, hogy balra, a folyóúton balra az elsőn kell mennem. Figyeljétek, milyen gyorsan lehet menni ezzel. 67, 69, 73. Nagyon durva. Tetszik ez. Ezzel lehet azért szállítani. Nem kell itt végig kütyögni a 40-nel. Oké, itt balra kéne fordulni. Itt. Lassítás nélkül? Biztos. Jó, tudtam. Tudtam el akarni, hogy arra számítottam, hogy ki fogunk sodródni. Erre meg nem olyan szépen vett a kanyar, mint az állat. Ez elakadt ugye. Ő hátra ne nézzél azért. De jó, itt visszapillantó nagyon meg van csinálva. Biztos oda kell vinni, majd őrítés előtt nézzük meg még egyszer. Nehogy elcsesszük, mert ez nagyon ki van számolva anyagilag. Olyan brutál pontosan lehet ezzel fordulni, hogy hihetetlen. Okay. Ránézzük még egyszer. Tombstone, jó. 2900, I betű. És már mindjárt turkálhatok is a garázsban, vagyis a boltban.
Jaj, de örülök neki. Komolyan mondom, ez most megnyugtató lett. Na, és mondtam, hogy pont 10 000-ünk fog vagy 5 000-ünk fog maradni, figyeld. Traktor. Shubidubi, shubidubi, shubidubi. Pörgés, pörgés, keeper. Ez az, és ikerkerék, ezzel fogom menni, nem fogok rakni rá triplát. Ha meg 24 000-re több, meg amúgy is tök hülyeség, nem kell. Vásárlás. Ez nagyon kemény. Jézus Isten. Te beokod a játék, amikor megveszed, hallod. És akkor kell egy olyan, az ekéknél van. Ez. 15 000? Nem, 10 000-ünk maradt. Juhúj. Az igen. És nincs, nem volt se csalás, semmi. Egyébként ez elég lassú az a gép, viszont olyan durván gyorsul, hogy ez hihetetlen. Az nagyon jó. Imádom. Meg kéne nézni a térképet. Most azon most hirtelen fiú vagyok-e vagy lány. Na, egyenesen. Igen, ez egy ilyen dupla utat foglal. Balra megyünk, egyenesen, és akkor 9-esnél meg már tudni fogjuk. Jó. Hú, gyerekek, ez nagyon szuper. 32-vel tud szegény keverni. Ez a dupla kerék is bőven elég rá. Pensely, az csodaszép. Izé van, katódos tévé van még oda fönt pörögve. Gyerekek, itt van kényelem, hallod? Milyen műszerfalt egy Jézus Isten. Karok. Gondolom, a hidraulikus vezérlő akar lenni. Vagy a hidraulikának a vezérlő karjai. Mindenféle olajnyomás, meg minden. Hát ugye 16 hengeres V-motor dübörög benne, dupla kipufogó. Ő gyerekek, jön be most szembe, hallod? Most pont a hidon. Na bazd meg. Hallod, ez nagyon brutál hangja van. Olyan hangja van, úgy gyorsul ki, mint valami gyorsasági kocsi. Várja? Nagyon magas az eleje. Nem kap fel rá. Ezért felkap a kisebbekre. Nem kis régen. Nem kap fel rá. Júj. Nem, sajnos nem. Kisebb verdekre felkap. Franco. Ja, a gyorsulása brutál. Így nulláról figyeld. Wow. Max, ennyi. Hát erre kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja vinni a izét, ezt a vetőt. Hát ezt a vetőt, azt nagyon gyorsan, az, ugye erre kell majd vennünk. Hát 400-ba fáj, vagy nem is tudom mennyibe a vető is rá. Ugye nem olcsó mulatság lesz a legnagyobb vető, de hát a legnagyobb vetővel körülbelül ezeket a földeket háromszor lehúzza. Itt ilyen izé, ilyen szerintem 5 perc alatt az egészet lerántja. Úgyhogy nagyon jó lesz. Sőt, lehet, hogy azt kéne csinálni inkább majd még egy kombányt el mellé. Mert hát a elvetni, tényleg pikpak le lesz vedve mindig a föld. Ez nagyon durva, nagyon tetszik. Viszont ez a 3 pontos, ugye ez kellett ehhez a vetőhöz, de majd ez nem kell a következőhöz. 3766 literes tankja van. Nem sűrűn kell tankolnunk. Szerintem ezzel az üzemanyag mennyiség, ez nyomott rajta egy ilyen 50 000-et az árad. Megyünk ám. Túlnagyunk ezeket. Ezek nagyon hatalmasak ezek a földek különben. Ezen a földön nem is tűnik olyan nagynak ez a traktor. Nem francot, nem tudom, arra nagynak tűnik. Ez egy tipik, ugye Steiger kivitelnek nevezik azokat a traktorokat, amik ilyen törzscsuklósak. Egyébként régebben nem tetszett ez a traktor, de most már úgy meg vagyok bele békélve. Főleg, hogy tudom, hogy 1100 lóerővel büszkélkedhet, amikor ugye 82-es MTZ-80-nal, akkor úgy tudsz viszonyítani. Ugye nem az viszonyíts, mondj, mit tudom én, egy Tesla, vagy nem is Teslát, mondjuk egy Ferrari, mondjuk 600 lóerő. Ez egész más, hogy kell ezt nézned. Na gyerekek, ez a durva lesz. Nem tudom, hogy ezzel hogy fogok egyáltalán ráállni földre. Ugye ezt a vetőt, ezt úgy viszi, mint a rongyot.
látom, mekkora szélességbe kell. Az igen, nyomtam neki. Ez nagyon durva, nagyon jó. Azt akartam neki mondani, hogy nyomtam neki egy hát, ezt úgy rágyorsított, hogy még annyi hátra van, nem hogy lassan ment volna a földszéléhez oda, hanem ilyen pitty, vagy a pillanat alatt. Ja, hát igen. 20-szal viszi. Ugye eddig 9-szel húztuk. Ugye már dupla olyan gyorsan tudja csinálni. Meg még ráadásul, hát ez meg sem gondja neki, ráadásul majd megveszük a nagybetűt. Amelyik ez 9 méter széles, az 25 méter széles lesz. Tehát több mint duplája, 2,5-szerese lesz. Gyakorlatilag olyan széleset fog húzni, szélesebbet, vagy olyan széleset, mint ami most eddig el van vedve, meg már ki is van. Hát egy ilyen háromszor le fogja ezt rántani ezt a földet. Kíváncsi vagyok, hogy fordul. Meg a másik oldalt, hogy fog fordulni. Hát ez szerintem nagyon... Ó, oh, hát ez... Hát iszonyatosan jó különben a mesterséges intelligencia itt a föld végén fordulásnak. Még ilyen hosszabb szerelvényeknél is ugye most... Nézzétek, hányszor csuklik az egész rendszer. És teljesen jól dolgozik vele. Nagyon tetszik, nagyon jó volt. Megvan gyerekek ez is. Egy kicsit hosszú lett a big gameplay. Bocsánat érte, de... Úgy érzem, hogy megérte. Új, egy nagyvető kell a gyereknek. Mennyibe fáj a nagyvető? Már egyből nézi, mi a keeper, hogy mire kell elcseszni a pénzt. Ugye a legnagyobb vetőgép az azt mondja, hogy az a 25,6 méteres, és ehhez kell egy ilyen. Szóval kettő együtt az sok. Fú, az ez fél millióba fáj. Viszont elég gyorsan kitermeltük 400-at is. Gyerekek, ezzel pótkocsit húzni ilyen picit. Vicc is lenne mi? Na, itt nem tudom, hogy ez megbirkózik-e. Itt nem tudom. Na, erre kíváncsi vagyok, gyerekek. Nézzük meg így föntről, hogy mégis mi fog itt történni, mit fog itt csinálni. Aha, ja, hogy abba hagyja előbb. Figyeljetek, ez teljesen korrekt. Teljesen korrekt, őnek ki kell az a hely. Abba hagyta ott előbb. És mit mondjak? És figyeljetek, és ott is kezdi el. Mert azt mondja, hogy nem fogok én itt szorongani, szenvedni, én nekem ekkora helyem van. Úgyhogy azt lehet, hogy le fogom hengerelni ezt a végét, ennek a gépnek kell ekkora hely, fordulás. Sőt, lehet, hogy a nagyobb betűvel még nagyobb kell, egyelőre hagyom. Csinálja így, ahogy kell, utána úgyis addig fogja betűvel. Jó lesz ez nekem, nem baj. Annyi hozam kiesést elviselek. Jó, és srácok, elbúcsúzom, mert iszonyatosan hosszú lett ez a gameplay. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagybetűre fogunk gyűjteni, és akkor tényleg brutál gyorsan fogunk már haladni. Ez a traktor. Gondoltátok volna, hogy ilyen gyorsan elérjük ezt? Én se. Na, sziasztok!